A vízilabda alapok elsajátítása, úszás és játék, ebből áll az Egri Vízilabda Klub idei nyári tábora. A tervek szerint 4 alkalmat is szerveznek a gyerekeknek, miközben az igazolt felnőtt és utánpótlás korosztályok július 22-én kezdik meg a felkészülést. A nyáron 4 hetes leállás van ugye a felnőtt csapataink és az utánpótlás csapatok számára. Ez időben 4 hetes turnus van nyári táborral, de természetesen azon játékosaink, azon utánpótlás és felnőtt játékosaink számára, akik éppen Egerben vannak, és a vízbe szeretnének lejönni, egy kicsit lövöldözni, kicsit jól érezni magukat, a víz nyitva van, kapunk van, mindig van valamilyen felnőtt felügyelet, úgyhogy azt gondolom, hogy ez hosszú távon majd 5-10 év múlva nagyon sokat fog hozzáadni az egri vízilabdához. Szécsi Zoltán beszámolt arról is, hogy az U12-es korosztállyal részt vettek a Habavaba vízilabda fesztiválon, amelyen 96 csapat közül a 14. helyen végeztek. Szerinte a rendezvény jól szolgálta a csapatkohézió alakítását, remélik sportszakmai hozadéka is lesz a tornának.